אנחנו קוראים מהספר תלמוד עשר הספירות, כרך ג', חלק י', עמוד 870, Tehát mi a tíz szirat tanulmányban olvasunk, te Talmud Eszer Szefirot, a Zerampin első Ibur állapota, ez a sajnos nincsen angol fordítás, meg vagyok a legjobbat. Kérdéseket lehet föltenni a lecke során a kaptévén keresztül, és a legfőbb kérdések ki lesznek sugározva az adásom. Tehát az 1-től 13 fejezetig, vagy pontig a témának az alapjáról beszélünk, most pedig a korrekcióról fogunk beszélni, az embrió korrekciójáról. Figyeljetek, lépésről lépésre haladunk előre, amit értünk, értünk belőle, amit nem, nekünk az a legfontosabb dolog, hogy érezzük, hogy a dolgok hogyan történnek velünk a gyakorlatban. Tehát próbálj meg ezt olyan mély belsőséggel fogadni, csak lehet. Tehát 13-as pont. Minden, amit a teremtő az acélúttal és a felső világok kiárasztásával el akart érni, az első melagimok, amikor felemelkedtek, egészen a totális ítéletig, ami a felső gondolban vele volt foglaltatva, ez az, amiről írva van, hogy ezek a királyok, akik valóban Edom királyai voltak, azaz minden mondja rá, a kapnakarásra kezdődött, a kapnakarás érdekében, ezek a királyok, amiről ő itt beszél, és a Malkut, ami az Edom földje, aki a megszerzés a megszerzési, tehát aki a kapnakarási vágy, és ezt a megszerzés a megszerzés érdekében uralta, tehát ez az, ahol minden kezdődött. És itt történt az összekeveredés a klipákkal és a szentségtelen dinimekkel. Tehát a kapnakarás az extra megerősítést kapott a felső erőtől a törés során, és valóban ezekben voltak a klipákba. Oké, tehát az ítéletek sokasága az eltörölte a Malchutot egészen addig, amíg az ítélet gyökere a batás, az a kalapács, amelyik lecsapott, és sziklákat gerjesztett, amelyek sziklák minden irányba szétáradtak. Tehát a gyökerei az ítéleteknek, azok feloszották a királyokat 320 szikrára, amely 32 utat adott a szikráknak a 10-en belül. És letisztáztuk, hogy ezek a szikrák, amelyek valójában a szent ítéleteknek a lecsapásából keletkeztek, ezek 32 módon, ahogy az Elohimban levonja a Bereshitben, 32 módon érősítették az ítéletet a szentség irányából. Oké. Okay. Tehát amikor a teremtő vágya az volt, hogy kiárassza az acilotot és a felső világokat, az első királyok, amik felemelkedtek és uralni kezdték a teljes ítéleteket a felső gondolat megfelelően, és hogy az írások mondták, hogy ez a király, amely uralta Edom földjét, és akkor a klipák és a szentségtelen ítéletek azok összekeveredtek ezekkel a királyokkal, és az ítéletek sokasága miatt a Malchut el lett törölve, és ez egészen tartott, amíg az ítéletek györeke, batás, mint egy kalapás le nem csapott, és szikrákat nem repített szét minden irányba. Ezért az ítéletnek a gyökere az, hogy ezek is szét voltak osztva 32 útra, ami 32 irányba 22 útra a 10 félra között. És ezek a szikrák valóban a szentség szikrái voltak, az ítéletek pedig a 32 Elohimnak az útját adták meg a szentség útjain belül, az ítéleteken keresztül. Tehát akkor nézzük alul, mondja rá. Itt van egy nagyon különleges dolgot látunk majd leírva, mert a kapnakarás az a teremtőtől származik, a fény is onnan származik. És az a tény, hogy egy ilyen ellentét van köztük, ez a ellentétnek a lecsapása a Malchutra fogja a szikrákat szétrepíteni, és ez egy új edény születését is lerakja, a születések az alapjait. Tehát lehetetlen
spirituális tudatosságot és megértést és felébredést kapni, hogyha nem a csapás által születik, a bitus által. Amikor a kapnakarás és a fény között ez a dolog be kell jelenjen. És ezek annyira ellentétesek egymással, ahogy olyan kontraszt vannak egymással, hogy a kettő közötti találkozás során minden irányba szikrák szórodnak szét, és ezek majd egy új állapotot terjesztenek szét. Tehát van a jesmi jes és a jesmi hány, tehát a létezés a létezésből és a létezés a hiányból, és mind a két állapot valójában a teremtőtől jön. A felső forrásból, és mi ebből a felső forrásból jöttünk létre. A megértésünk, a létezésünk, az kizárólag abból a két minőségnek az összeütközéséből született, amelyik alapvetően a teremtőtől származik. Tehát függetlenül attól, hogy adományozásról vagy kapnakarásról beszélünk, a különbség az, amit a kettő között meg kell találni. Ez a közös vonal. Az a valóságom. Na, akkor olvasd alul. Tehát 13-as pont alul. Tehát az acélút, ami a felső világ, a bina a felső világ, és a malkutot pedig az alsó világnak nevezünk. És a malkut és a bina közötti megosztás pedig úgy tekintető, ez az acélút kiárasztja magát az alsó világ felé, és a maszák és az ivúg az valójában a binából indul ki, és ilyen módon Bina ráereszkedik Edom földjére, ugye ő lesz a király Edomban. A Malkut, amely összekeveredik a Binával, amely az Erec, ugye a föld a Malkut, amely megkapja az Edomnak a formáját, tehát ez egy ország lesz, amely a Binának a formát próbálja fölvenni. Tehát a Malkut Malkut marad, de a Bína kötelezi őt arra, hogy piros szint vegyen föl. Ugye ezért az Edom szó ebből származik. Ez a Rahamimnak, vagy a kegyelemnek a minőségét jelenti majd. Azaz a Bína önmagában, az fehér, de amikor a fekete Malkutra ráfest, akkor csak piros színnel teszi. Tehát a Malkut be lesz festve ezen a módon a Bína által. Oké, következő. Az ítéletnek a lényege pedig a kalapács, ami ráüt az ülőre, és akkor mindenhol szétszállnak a szikrák, és kijelent megjelenik a 32 út, és gyakorlatilag az ítéletnek a minősége a távoli ragyogás alapján érhető el, ahol az alsó helyének a minőség az első megszólítás után valóban használatra kerül az Adam Kadon parcufjaiban, és ez egy közös pontot emel fel, ahogy mi tanultuk az első részben, ahol ezt el lehet olvasni újra. Tehát a bitusnak a lényege egy csapás jelent, egy hakát, mivel a szűrő, amelynek van egy adott vaskossága, ami meg van szorítva, ez ütés kap a felső fénytől, visszavert fényt emel az orgozer, és akkor szikrák szórodnak szét minden irányba. És itt megjelenik egy új erő, az első és a második király jelenik meg a Nikudimból, amelyek összeolvadnak a hét királlyal, egyik a másik alatt, és ilyen módon az Abaveima, a felső Abaveimának a Nikudimban való kapcsolatából létrejönnek az első melhaimok, amelyek valóban zivugra lépnek a Jesszuttal. És ez a nyolc szint, amiről beszélünk, ezek azok a pontok, ahol a szikrák lezolnak a Bia világaiba, és erről van mondva, hogy a csapás, amit kapunk először, szikrák repülnek szét minden irányba, és a szikráknak a száma pedig az 620 szikra, és akkor miután megtörténik az acélút világának a korrekciója, ez az ivúg, ez visszatér, és letisztázza az első 9-hez tartozó szikrákat, amely a 9 állapota a Lamedbet, az a 32 szikrának, amely van a gemátriában a rapakot ad, tehát 288-at ugye meg kell szorozni. És ezt nevezzük úgy, hogy 32 útja van a bölcsességnek, amely a Bína 50 kapuján keresztül ragyog, hogy ezt letisztáztuk korábban. Na, kérdések. A sziklák magyarázatában
ez engem a szigimekre emlékeztet tulajdonképpen? Tehát, hogy mi az, felejtsem most a szigimet, a szigim az a szemét. A szikrák vagy, oké, de a nitocimok a szikrák, a szentségről szólnak, az adakozás szikrái. Visszavert fényről, igen. Tehát az, hogy te mennyit akarsz adakozni a teremtőnek, abból van a szikra. Tehát ami megragadta a fejemet, hogy van a 32, nem tudom micsoda, aminek mindegyik van 10, tehát ez a kérdés, ez egy teljes szint. Tehát a 32 út magába foglalja a 10 fírát, és persze, hogy magába foglalja. Hát 22 út van meg a 10 fíra. Hát, tehát a 4 szennyúz az 32 egy lesz. Ugye 2 szennyúz az úgy jön ki, hogy kivonod a 32-t a 320-ból. Oké. Okay. Na, de akkor az új sziklák a szentség sziklái. De hogyan állnak ezek a szentség sziklái? Tehát itt azt írja, ezek a sziklák valójában az ítéletekből jönnek létre, ugyanakkor a szentség sziklái lesznek. Hogyan lehetséges az, hogy... Várj. Hát ez, amiről tanulunk. Hát miért nem várod meg? Hát így épít ki az embrió. Oké, na, de a te kérdésed... Az nagyon különleges, az bokos, ravasz. Miért? Mindjárt elmondom nektek, hát figyeljetek, mondja Raff, hogy miért. Mert ő azt mondta, hogyan lehet az, hogy a törésből, ahol a kapnakarás a legmagasabb szinten, ahol minden fényt meg akarok kapni az enszóból, ami csak lehetséges, tehát minden lehetséges fényt ki akarok venni a kapnakarás miatt, a teljes teremtésből. Most pedig mit mond a teremtett lény? Tehát a teremtő helyét én akarok uralkodni, ugye? Ennél nincs rosszabb állapot. És ő azt kérdezte, hogy hogyan lehetséges az, hogy ebből a mélységes állapotból, ami hogyan tudok eljutni a végső szentséghez? Hogy lehet? Hogy lehet ez? Hát erről szó, amit el van írva. Hát, én is ezt kérdezem. Csika nevetett egyet. Oké, de hát én kérdeztem magától. Ennek a kérdésnek mélységet magyaráztam, csak el nem a választ adtam. Oké, de minek a cselekednek a lényege? Általánosságban a gonosz feltárása nélkül nem lehet felfedezni a szentséget. Nincs korrekció. Tehát ez nem arról van szó, hogy mi korrigálunk valamit, hanem megértsük a természetünket, mi a jó és a rossz, és mennyire ellentétesek egymásra, és az egyik nem lehet a másik nélkül, mivel mi a közösség vonalon létezünk a kettő közötti összecsapásban. Tehát ezek a szikrák, amelyek abból jönnek, hogy a fény rácsap a szűrőre, és mondjuk a kalapács rácsap az üllőre, ebből a hatalmas összeütközésből sziklák származnak, és ezek a sziklák a mi életünk, ez vagyunk mi. Tehát a parcufra rácsapó fény hozta létre a teremtett lényt, minket. És ilyen módon ez a jelentése a fénynek és az edénynek az összecsapásából születik. Minél jobban megtörténik ez a csapás, annál jobban kapjunk támogatást. Oké, de mi ez? Miről van itt szó? Az, hogy mi nem értünk itt a teremtő szerepével sem, és a teremtmény szerepével sem. Azaz, mi a közösség vonalon mozgunk. Ez egy kombináció. Oké, de mi az aktuális cselekedet köztünk? Tehát itt ülünk a tízes köben az asztal körül. Mi az a pont, ahol a szikrák valóban elkezdenek stabilizálódni? Ez minden pillanatban történik veled, de egyet érdez, nem értesz egyet, így történik. Na, de ez egy köztünk lévő vizsgálat? Igen. Na de ki tudok élni ebből keveredni, hogy meg is értsem, mi történik? Oké, nem akarok elmenekülni, csak szeretném megérteni. Sőt, nem, egyre mélyebben kell belemenned ebbe, a vizsgálatba is, és így kell elkezdened számlálni ezeket a szikrákat. És itt kezdődik az, hogy lásd az életet. A két állapot között. Tehát, hogy képes legyél belefoglaltatni magad
a teremtett lény állapotába is, és meg tud szerezni az erre ráadott teremtő minőséget is. Oké, tehát azt jelenti, hogy a köztük lévő szikra ez ilyen módon születik? Tehát csak egy kicsi példát akarom megérteni, hogy történik. Igen. De ez nem csak arról van szó, mondja Raff, hogy... Hát majd minden meg fogod látni, hogy ez, ami történik, át is akarja venni a te helyedet. Tehát hamarosan meg fogod látni, hogy te egy király akarsz lenni, majd hirtelen kiderül, hogy csak az a lesz a helyes megközelítés, hogy elmész, és a trónt átadod az önmagadban lévő másik erőnek, a teremtőnek. Tehát neked a tiszta szíveddel kell támogatni a teremtőt, hogy ő foglalja el a trónt, és nem te. De oké, menjünk tovább. Tehát ezeknek a kilencnek felosztásnak a lényege, és a 32 útja a bölcsességnek. Ez azt jelenti, hogy van 8 király, és mindegyik pedig 4 részre van felosztva, és ez a 4 szintje a Hawaiának, és 4x8 az végső soron 32, és mindegyik magába foglal 10-et, és ezért 320, amely a kesok, vagy a Hamaya, akiknek, tehát ez a titka, a királyoknak és a ítéletek számának. És ennek a felosztásnak a lényege pedig azt jelenti, hogy a királyok a 32 útjának, vagy a bölcsőség 32 útjának minősülnek, és mindegyik király 4 része van felosztva, és a 4 része a Hawaiából származik. És 4x8 az 32, most újraolvasták, és mindegyik bele van foglaltatva 10-be, és ezért a 32x10 az 320, ami a Kesot Hatamelek, amely a tulajdonképpen az ítéleteknek a lényege a királyokon. Oké, tehát ez a 32, ami a sák, az valójában a haragnak és az ítéletnek a megnyomása, mert a 32-es sák bele van foglaltatva a 32 útba, és tulajdonképpen, ha ez a 10 szférával felszólódik, akkor meg kijön a rapak, és akkor indul meg a korrekció. Tizennégyes alul, orprimi. Tehát mindegyik föl van osztva 4-re, és mindegyikük valamon bele van foglaltatva 10-be. Próbáljátok meg a fontosságot fenntartani, mintha valóban ez a részünk, a lelkünk részéről szólna, mi arról beszélünk, hogy a mi lelkünkön belül mi történik, tehát hogyan kell ezzel dolgozni, és akkor ez lesz a... ez mindent magába fog foglaltatni. A 4-re való felosztás az pedig a szűrés a vaskosság 4 állapotáról beszél, tehát minden egyes állapot valójában a 10-ra 4 szintjét emeli föl. Ezért minden 4 állapot bele van foglaltatva tulajdonképpen 40 szférába, és mindegyikben van 8 király, ami a 40 szférát átfogja. Ezért a 320 állapot valamiben meg kell így értsük, hogy miért nem gondolunk, hogy miért nem tartjuk lényegesnek az 5 állapotát a szűrőnek, hiszen ez az 5 vaskosárnak felel meg a szűrő alatti vágynak, és a dolognak a lényege, hogy a bejön a deletit még nem definiálható, mert miután a keter dátam kadon partufél megtisztul, ez nem is újul meg a szűrő, és nincs nikudim, csak a Behina Daletnek az adott hitlapsutján, amely teljesen kívül van a vaskosságon, és ezért a csak 4 szintje van az avajútnak, ami bele számol ebbe, ezért a Hawaii 4 betűje számít, mert a Hawaii-ban nincs keter, csak az alkalmazása van a jut betűnek, a jut betű pontjának, amely a keter, és ez azt jelenti, hogy ez az, amit arról meg is beszéltünk, hogy a keter hogyan érvényesül a teljes rendszerem. A nekudot de szág, mondja Rav, az a nekudot, a pontoknak a sorozata, amiben megjelenik a támim, az ízek, és amikor eltűnik a jutbetűnek az a felső pontja, ami a keter, a juthéva fél névben, akkor a hokmának a szintje
kezdődik, de a hokmában bele van fogad, az maga a jud, ugye, tehát nem a jud beti fölötti pont. Tehát itt nincs a keternek semmilyen szimbóluma, a keter, mondja Rav, az valóban egy körülelő erő, ami körülelő ezeket az erőket, és egyáltalán nem világos a havajának ez a négy betűszintje. Tehát nekünk a teljes teremtés tulajdonképpen alul és felül ebbe van beleültetve. A keter valóban a fény felett álló állapot, mert ő a forrása a programnak, amely működtet mindent a teremtés mondatának megfelelően. Tehát röviden, nincs a Bajna Daletben vaskosság, csak is a Bajna Gimelben. Később megértjük, hogy mit jelent a test korrekciója a teremtésnek, és azt adjanak meg. 50-es pont felül. Amikor a Szentség szikrái letisztázzák a 32 Elohimnak a lényegét, a többi szikra felülről lefele megjelenik, és ezek a szikrák a magunknak a titkát hordozzák mind a 32 ösvényen. És mivel az Elohimok valójában a mi elek titkát hordozzák, így van, tehát a gálgát és az ahap, ez a mi elek szó, és a mi az a felső háromnak a titka, amely bele van fogadott a bínába. Az ele pedig a vatnak a lényege, ahol, mert a három felső és a vak együtt megadják az első ítéletnek az erejét, és a szentség oldaláról pedig a malkut minden egyes úton alul biztosításra kerül, mert ez a, mert ő az utolsó minden egyes ösvényben, és ez még nem tisztáztuk le teljes egészében. Ezért írva van, hogy a világ ki volt öltve formátlan ürességgel, amire itt kezdődik minden egyes lépés az úton. Na, most már értjük olyan 32 szikrál, ami a Malkuthoz tartozik, ugye? Egyébként ez a 22 összekötő út meg a 10 fíra a életfán belül, és akkor ezek együtt kiadják a rapakot, ugye a 288 sziklát majd orprimi, belső fény, 50-es pont. A Garis Vak minden egyes útján az ítéleteknek, ez a szentség letisztázása érdekében szükséges, bár a Malkuth önmagában ezzel nem foglalkozik. Mivel a 32 ösvény lefedi teljes egészében a 10 fírát, és csak az első 9 fíra van minden egyes úton, ami valójában a szentséget hordozza. A Malkuth, amely minden ösvény kiinduló pontja, az pedig elutasításra kerül alul, és nem képes letisztázni magát felül. Ezért ő a Tohuve Bohu titkos állapotában az a formátlan ürességben marad. Meg kell, hogy értsük itt, hogy a 32 út az 32 állapotát jelenti a szűrőnek és a vaskosságnak, és mintha mindegyiknek valóban megvan a képessége, hogy felemelkedjen 10 férával alul a fölfelé, bár ez a 32 nativot az, amikor az alsói bele van foglaltatva mindegyikbe a saját útján, és az is ismert, hogy a szűrőnek az állapota az alsó helyből, amely készen áll a megtisztulásra, ezért kilépjen az Adam Kadmon első állapotából, és utána ne újjon meg többet, és ezért mindenhol, ha az alsó helynek a vaskossága működik, az a szűrő nélküli vaskossága válik, ez a legfontosabb oka a törésnek. Mert a fény nem képes ráöltözni ezekre az edényekre, mivel az alsó héjával összekeveredés miatt minden állapotban ezért az első hét királynak a megformálása és a 32 út, amely gyakorlatilag megtisztítaná az alsó héjt. És ebben a vizsgálatban látnunk kell, hogy a 32 Elohim a Bereshitben le van írva, hogy ez 32 út az első 9-hez, ami vezet. És mivel a Malkuth valójában le van választva róluk, és ő alul vissza van utasítva, azaz a Malkuthnak az állapota az, ami feltárult ítélet, mert a szűrő nélkül a Nikudin világában is az edények törését okozza ez a fény, és ezért innentől kezdve kell folytatnunk a megközelítést. Vár, magyarabb.
Na, hadd kérdezzenek. De megint csak Cvika kérdez. Tehát itt azt mondja, látod, Rahamim, ő olvas a szövegből, és azt kérdezi, ami oda van írva. Hát ezért engedem, hogy kérdezzen. Hogy meg kell találni az alsóinak a vaskosságot, mert a szűrő nélküli vaskosság a legfontosabb oka törésnek. Mit jelent ez? Rav. A malkut maszáknék szűrő nélkül törésezett. Oké. Okay. Na de minden tökéletes, akkor milyen vaskosság van itt? Honnan jön a vaskosság? Hirtelen megjelenik a malkutban ez. Az, ami előtte nem volt. Ez olyan, mint a gyerek azt mondja, hogy hoppá, eltört valami. Tehát látod az arcán, hogy nem érte, hogy mi történt, hogy valamit, amiről azt látta, hogy tök jól működik, hirtelen eltört. És darabokra hullik. És nem is látja, hogy felelős érte. Oké, de itt azt mondja, hogy a fény nem tud ráöltözni, mert az alsó hely mindig rá van, össze van olvadva velük. Tehát mi ez a vaskosság? Értem, hogy ez mi ez a vaskosság, ami megjelenik? Az, hogy van a kapni akarás, amely meg akar kapni, amely valóban össze van keveredve a Malhut 32 útjával, ugye? Ez, ami összeköti a 10 szférát mindenféle módon. És akkor ő ezeken keresztül nem tudja megkapni a fényeket, mert a Malhutok felébrednek, de hogy mennyit tudnak adakozni, ez egy másik probléma. Mert azért akarnak ők fényt kapni, hogy adakozzanak ezáltal. Azonban ezek a legsúlyosabb minőségek. Tehát a megszerzés az adakozás érdekében az első 9 szférában az egy nagyon nehéz feladat, ehhez képest neki semmilyen ereje nincs. Tehát a megszerzés érdekében jelenik meg először a megnyilvánulás a Malkutnak, és ez összekeveredik majd a 9 szférával, de ez egy keverék, ez nem az ő vágya, ami itt kialakul, hanem ez egy keveredésből adódó vágy. Van benyomása, de ő csak azt érzi, hogy Malkut, ami hatalmas fényt kapt adni. A végső korrekció fényét is meg tudja akár kapni, ugye? És akkor egy nagy kérdés, hogy lehet ezt a megszerzés érdekében megszerezni, ugye? Sehogy. Tehát nyilván az első 9 fíra, az, ahogy megjelenik, el is törje a Malkutot. Akkor mit kell tennünk? Le kell válnunk. Le kell választanunk a Malkutot az első 9 féráról. Azért, mert a Malkut nem annyira tiszta, hogy oda tudjon kapcsolódni, és ez egy súlyos probléma, hogy a kapnakarás hogy tudja használni az első 9 férát. Tehát semmi másról nincs itt szó. Tehát ez 100%-ig ellentétes a kapnakarással. Tehát van a 0, 1, 2, 3-as, 4-es fázisa a kapnakarásnak, és a Malkut az tiszta kapnakarás. És ezt nem is lehet egyszerűen korrigálni, hanem össze kell keveredni a többi minőséggel neki, de ezt nem is ő kezdeményezi, ugye, hanem a teremtő. Ezért nekünk egy szeparációt kell először létrehozni. Tehát vizsgálat-szeparáció, így működik ez. Mert a vizsgálat nélkül nem tudunk tenni semmit. Tehát először vizsgálni kell a kapnakarásnak a lényegét, hogy az mind a 320 aspektusból, ugye ez a sák szónak a rövidítése, a 320, tehát ez azt jelenti, hogy nekünk először ki kell venni a 32 aspektus minőséget, ezeket oldalra rakjuk, és akkor mennyi marad? 288, az a rapach, ugye? Héberül. 288. Mit tudunk tenni ezzel a rapachkal, ugye? Mert a 32 is benne van ebbe foglaltatva ám, mert a Gadlut idejében mindent meg fogunk tudni korrigálni, de a rapak az valójában az viszonylag könnyedén lehet korrigálni, ugye a Malkut kivételével. És itt a korrekció úgy működik, hogy az első 9 félnek a korrekciója, de azon is mit korrigálni, ez a legszebb az egészben, hanem egyszerűen mi így mondjuk ezt, de az első 9 félra
az valójában a Malkuton belül a keveredést okozta, ezért nekünk látnunk kell, hogy mi is a korrekció. És akkor látjuk, hogy ez a szeparációnak az ellentéte, mert mindenek úgy kellett lenni, ahogy lett, és itt minden attól a szinttől függ, hogy milyen minőséggel és milyen módon tudunk összekapcsolni, és a Malkut hogy keveredik össze a fény minőségével, és a fény nyilván a saját színeit hordozza, és a fény visz mindent, rak mindent a helyére. Ez egy nagyon érdekes és fontos dolog, hogy mindezekből az integrációból és dolgokból hogyan lehet elérni világokat, és ez a korrekció maga. Tehát innentől kezdve kell világosan látni, hogy a munkánk az a helyes integrációnak a korrekciára vonatkozik. Ez egy, először egy negatív integráció létre, amely a szeparációt jelent tulajdonképpen. És aztán ki kell válogatni az első 9 firát ebből, és korrigálni kell őket, és aztán újra mondja a helyes módon kell visszakapcsolni a Malkuthoz őket. És így a teljes teremtést tudjuk korrigálni a kőszív kivételével, amit nem tudunk korrigálni, ez nem rajtunk múlik. Hogyha mi korrigáljuk a teljes teremtést a kőszív kivételével, akkor ezáltal megkapjuk annak a tapasztalatát, annak a művészetét, annak a tudását és hatalmát, hogy az első 9 félán keresztül a teremtő természete, hogy nyilvánul meg. Tehát ezért nyilvánvalóan, hiszen ő teremtett mindent, tehát a kapnakaráson belül, amit megteremtette a teremtő, a felső fény, hogyan működik. Tehát megszerezzük a teremtő természetét ezáltal a 9 félán keresztül, és érezzük, és egyet is értünk ezekkel a minőségekkel, de azáltal, hogy mi leválunk a Malkutról, ugye ez egy lényeges dolog lesz, ugye? Mivel ő teremtette már a teremtő, az egyik dolgot ellentétesen a másikkal. Mit tudunk tenni? Ez így van, ennyit tudunk tenni, kezelni tudjuk ezt az eltérést, és amikor mi ezt a munkát teljesét tesszük, akkor gyakorlatilag identifikáljuk, igazoljuk a teremtőt minden mögött, de nyilván nem a valódi természetünk keresztül, ez lehetetlen. Tehát a kapnyakarást nem tudja igazolni az adományozni akarást. De ha ezt megtesszük, hogy a kapnakarást transformáljuk adományozni akarásba, akkor kiderül, az, hogy közeledünk az a ponthoz, ami Rab Megkapciának a megjelenését jelenti, amely a messiásnak a fénye, amely különleges, és akkor még a kőszív is, amit ugye a halálangyától a szabadságnak nevezünk. Hát mi okozza a törést? A halálangyala, de az hirtelen szent angyalá fog válni a korrekciókor. Tehát itt van egy cselekedet, ami még nem ért teljesen pontosan, de le van írva, hogy ez megtörténik. Tehát az egyéni kabalisták elérték ezt? Igen. És megértették a teremtő cselekedeteit ebben a csodában, mert ez valóban csoda. Mit jelent ez? Az, hogy minden a felső fény, a felső erő szempontjában történik, mindenféle felkészüléssel, de tulajdonképpen az alsónak az a szoros ez részleteve. De nem tudom, mondja Rav, nem tudom, mert csak azt tudom mondani, hogy amit ők leírtak, a végső korrekció teljes szintjén oda leírva, ebből valamit meg kell értenetek, és látnotok kell, hogy ez elérhető. De egyébként ennél többet nem tudok mondani. Tehát én csak azt mondom nektek, hogy egy nagyon különleges cselekedet történik. Ezt megelőzően még sok mindent kell megtanulnunk. Oké, tehát én értem, amit ön mond. Tehát amit ön mond, az nagyon magasztos dolog, tehát így lehet előre adni, vagy... Tehát rendkívül izgalmas, amit ő most elmondott. Tehát nekem nem a lényeg, hogy én mit mondtam, hanem milyen füled van erre. Oké, tehát nekünk el kell kezdeni megérteni. Így elkezdte ezt megérteni, így van? Ez jó, ha elkezdte megérteni. Oké, na de egy másik világ tárul föl a számunkra. Tehát e felé haladunk, Rav mosolygott egyet. Igen. Okos vagy, nagyszerű vagy, nagy, gyönyörűen növekszel, most jó. Tehát a gyereknek szoktam mondani, hogy jól van, kisfiam. Ezt mondta most. Cvikálok. Na, folytasd, ő olvasni akar, mondja Giládra.
Tehát tudnotok kell, hogy ez a 32 út magába foglalva minden 8 királyt, ami azt jelenti, hogy az összes vizsgált a világban egészen a Mesiás napjáig. Itt tulajdonképpen a legkisebb állapotot is, amely felemelkedik az a saját korrekciát az acilódban, tulajdonképpen nincs szüksége arra, hogy fel legyen osztva és le legyen tisztázva a mindegyik a saját 32 útján. Ez azt jelenti, hogy le kell tisztázni az első 9-et minden egyes király szempontjából, hogy a Malkutnak az állapota minden egyes ösvényen, a Malkuta kiinduló pont, és ez azért van, mert az összeolvadásnak a kezdőpontjában, amely a nekodimok, a pontok tulajdonképpen összekeveredése minden egyes részletében a támimmal, az ízekkel, ezért minden egyes kicsin állapot tulajdonképpen annak a letisztálása kezdődik, hogy a biától az acilutig való felemelkedés hogyan működik, és a 10 malkujat, a belső 10 malkut darab, az tulajdonképpen hogy találja meg a 32 úton az emelkedést, annak érdekében, hogy az utolsó állapotot is elmozdítsa a malkujatok fejlődési útjából, és ezért ki fog derülni, hogy minden egyes állapot, amely felemelkedik, és mondtam el a bia világa, az 320 szikrából áll, amelyek valójában a 32 útjának, a hokmának a letisztázása, ahol megbeszéltük az első 9 minden egyes ösvényben tulajdonképpen korrigálható, és minden egyes út a Malkuttal kezdődik. És ezért mindegyik mantemel, amely tulajdonképpen 288 szikrának a megnyomása lesz, és a vizsgálatok után pedig 32-szer az első 9, amelynek a száma 288. És a 288 szikrának megfelelő dolgok valójában ha ezt levonjuk 300 útból, csak a kőszív marad, és ezt világosan letisztáztuk magunk előtt. Oké. De most a trükkezeket a számok honnan vannak, mondja. És ez a munka valójában a szeparációból való kilépés és a korrekcióból való belépés. Tehát 32 a rapaknak a korrekciója, amely 288, és 32-nek is megvan a korrekciója, de milyen korrekcióról beszélünk? Hát nyilvánvalóan nekünk kell ezeket fenntartani és megtartani, és minden alkalommal tulajdonképpen érintetlen dolgokról beszélünk. Tehát jó, értjük, igen, ez tesztelve van, meg van vizsgálva, és nem szabad megérintgetni ezeket. Ez egy különleges munka, ami a NETED parancsolatból származik. Na, még egy rövid kérdés. Törökországból kérdezi valaki, hogy miért van az a 32 korrekciós út? Hát mert ez a természetünk. Ez a természetünk, hogy a 32, ez nincs mit tennünk. De tehát mi az, amit mi letisztázunk? Az első 9 az mindig van letisztázva, és a kőszívnek a kollekciáról szól a végső történet. Mi mind a kettőt le kell, hogy tisztázzuk, ki kell, hogy tisztítsuk, mert különben semmi nem fog történni. Tehát felülről majd a fény, és ő segít ezekbe a vizsgálatokba. Tehát mi mindig a spiritus munkában leszünk, mint e. Tehát igazából mi is mindig megszerzők maradunk. Oké, na de akkor letisztáltak az első 9-et a Malkutok kivétele. Hogyan lehetséges a Malkut nélkül bármit letisztázni? Ami jön egy különleges fény, és az megmutatja neked, ez a 9 fél, ez meg a Malkut. Ez... Oké, na de az első 9-et, hogyan tudom a Malkut avjútja nélkül, hogy tudom az első 9-et megvizsgálni? Hát az egész törés, a teljes csomaga a törött edényeknek így születik. Egy különleges illumináció, ragyogás születik felülről. Az első 9 fíra megvizsgálhatóvá teszi ez, kiválogathatóvá, és akkor egyedül a Malkut marad meg. És akkor ez majd 6000 év alatt lesz igazából megvizsgálva. Oké, tehát itt az első 9 a Malkut kivételével meg lesz vizsgálva, tehát lehet olyan dolgok, hogy a Malkut vaskosság nélkül semmi nem megvizsgálható? Nem, magyarabb. Ez a vaskosság tulajdonképpen, amiről beszélünk,
az első 9 fila szempontjából a malkut keveredését okozza. Tehát tulajdonképpen az első 9 filán keresztül is a malkutnak a vaskosságát, de nyilván az egész folyamat a korrekciónak itt kezdődik. Tehát a vaskosság tulajdonképpen, mert a malkut összekeveredik a 9 filával, ugye megjelik a naranháj. Ez nem igazi naranháj azonban, tudnunk kell, mivel hiszen a naranháj a felemelkedés az ős naranháj ez. Ugye a visszavett fényből. Jól van, mondja Rav, szépen ne rohadtunk, menjünk át a leszke következő részére, és énekeljünk egy dalt együtt. וגם האחרון הגם שנאה שמתגלה נחת עולתו נוריד ראשינו נתחבר כשהגל קרוב יש מגדלור נותן כיוון עוד לא קבע ומעל כל הפשעים של אהבה מעורר את השחר מעורר את השחר בתפילה עבור החברים מעורר את השחר מעורר את השחר והאור יאיר בין השברים הרע שמתגלה יהפוך לטוב בכל מקום וכמה לב שאתה קרוב כאיש אחד בלב אחד כאש הלהבה ומעל כל הפשעים שמחה של אהבה Shachar, Neorer, Shachar